2007 óta folyik vadgazdálkodás a kocsolai területen, ahol 2017-ben alakult meg a Kocsolai Dán Vadásztársaság, amely idén Dalmadon rendezte meg trófea szemléjét, amely a vadász életében mindig egy jeles nap. Minden évben szoktunk, igaz, tavaly elmaradt a pandémia miatt, de különben minden évben szoktunk egy trófea szemlét rendezni, ahová nagyon sok szeretettel meghívjuk a vadásztársaimat, az elejtőket, azokat a szerencsés vadászokat, akiknek sikerült elejteni dánbikát nálunk. Azt mondanám, hogy nem vagyunk sokan, 11-en vagyunk vadásztársasági tagok. A 11-nek a többsége az földtulajdonos is itt a környéken, tehát ahol vadgazdálkodunk, úgyhogy többsége földtulajdonos, felállítottuk a dán trófeákat, meg van az idén sikerült elejtenünk kettő nagyon szép gimbikát is. A trófea szemle, ugye azért szemle, hogy ki állítottuk oda a trófeákat. Eljöttek azok a vadászok, akiknek sikerült elejteni ezeket a trófeákat. A Kocsolai Dán Vadásztársaságnál 4000 hektáron zajlanak a vadászatok Kocsola, Gyulaj, Nagykonyi, Szakcs területeken, ahol már a gímszarvas is megtalálható, noha nem ez a terület mérvadó adja. Fő vadfajunk a dám, ilyen 200-250 darabos törzslétszámon, hogyha egyáltalán lehet erről beszélni, hogy létszáma vadnál tartunk itt a területen. Egyre jobban előfordul egyébként nálunk a gímszarvas. Idén már lőtünk is két jó bikát, és egyébként nagyjából egy ilyen 20-as, 25-ös létszáma van jelen. Az őz még a fővadfajunk, illetve azt gondolom minimális létszámban a vaddisznó. Tehát mivel a dám itt nálunk a kiemelt jelentőségű vadfaj, aminek egyébként egy nádasdi plakettet is kaptunk ezért egy kiemelt gémmegőrzésben. Az idei trófea minőségek jóval jobbak, mint a tavalyiak. 7 dekával az jelenti, hogy 0,7 kg-mal jobbak az átlagsúlyok, mint tavaly voltak. Hogyha ezt gyakorló vadgazaként kellene megmondanom, akkor sajnos csak tapogatni tudnék, de az biztos, hogy nagyon jó átlagsúlyokat lőtünk, és nagyon jókorú bikákat. A 25 darab bikának 48%-a érmes, ebből 12 darab bika aranyérmes, és egyébként az átlagsúlyunk is a 25 bikánál 3,90 deka. A jó trófea minőséget adó bikák, amik egyformák és mondjuk szabályosak, azoknál pedig 4,60 kg, úgyhogy egy nagyon-nagyon kiemelkedő és nagyon jó év. A vadászmester immár 17 éve vadászik a Kocsolai Vadásztársaság területén, ahol számos vadat ejtett már el. Ez a dán barcolgás egy kiemelkedő élmény annak egyébként, aki még nem volt benn, vagy aki itt egyébként bent van. Itt lekekben nagyon sok bika nagyon szépen tud barcogni. Ennek a vadászata egyébként egy rendkívüli élmény. Idén meg azt gondolom nagyon sok jó bikát láttunk benne a területen, nagyon jó ígéretes bikákat, amiket meghagytunk. Úgyhogy nekem ez mindig egy, hogy is mondjam, mint a Széchenyi mondta, az ünnepnapok, amikor ki tudunk menni, és kimehetünk, és nézhetjük ezeket a bikákat. A Dalmandi Kúria parkjában a Baranyai Vadászkürt együttes szolgáltatta a zenei aláfestést a trófea szemléhez, melyen a környező települések polgármesterein kívül a vadászkamara tagjai is tiszteletüket tették. A kiállított trófeák mögött büszkén álltak az azokat elejtő vadászok, hiszen kiemelkedő, figyelemre méltó eredményekről tesznek tanúbizonyságot.